Sziasztok! Itt vagyunk Békésebb a határában, és egy régi elhagyott ölhelyet fogunk megnézni. Még is van benne. Ja? Ez volt a régi kút. Ez itt egy ásott kút. Ezt már betemették, de... Van. És itt van a gazba az ölhely. Nem tudom, mennyire tudjuk megközelíteni. Valaki vagy valami szokott szerintem mászlani, hogy eléggé ki van kapusva. Emlékszem, volt egy melléképület is itt régen. Na, előre aztán indítok én is felvételt. Na, meg a drótterítés is megvan. De ez az ölhely már 10 éve is lakatlan volt, és akkor is nagyon rossz állapotban volt. És megnézem, hogy... És valószínűleg ez itt már a bontásra sem nagyon kell majd költeni, mert magától fog összedőlni. Vagy már össze is dőlt. Aha, és itt van ami... Itt van a melléképület. Aha, itt is kerítés van. Igen, itt van a disznó. Aha. Itt mellette szerintem be is tudunk majd menni valahogy. És ez itt szépen össze is dőlt. Ugye Dani, mennyire egy házán, akkor kijöttél a disznóból? Hát az ott van. Na hát látod, ott a... Beszőtte a pók teljesen, tehát ott már... Még ott az jó. Befele óvatosan a mászkálja azért, mert... Na, ott viszont át tudunk menni, ha máshol nem. Le van szokodva a tető is, mert... Igen. Hát ha más nem, akkor ott át tudunk menni az épülethez, de... Én inkább megnézem, hogy nem tudjuk-e kikerülni. Sőt, még ahogy látom, van ilyen terasz merevítő és kisvatókicsinek, de... Igen, ez ölhely volt, tehát itt még a... Födénbe gerenda helyett is építettek be sineket. Nem is nagy a túti, hanem ezek a vékony kisvatókicsinek. Ó, de simán be lehet jönni. Na, jó, hogy... Lehet menni, és akkor ezt nézzétek. Maga az ölhely. Egyébként ezek nem rossz ölhelyek voltak, így terasszal, meg belső szobával, meg mindennel, tehát ez igazán lakályosak. Van egy pince is, de... Oda. Nem is a terasszak, hanem a lépcsőnek a tartója, aki van kisvasúti sinek, az egész. Hát látjátok, itt van az ég. Ezek ilyen régi kisvasúti sínszálak. Valószínű az ATG-ből. Aha, és még itt van a... A másik oldala. Ott egy... Egy fecskefészek. Oda bent, mert lehet, hogy lakják is. Ez meg itt ilyen kolbásztároló lehet, ez igen. Mert vannak ilyen keresztőrudak benne. Igen, ez már erre emlékszem. Kolbász vagy... Ja, igen, és... Hát, hogy... És ezt nem vállaltam be az előbb, tehát inkább mondtam, hogy megpróbálom megkerülni, hogy ha nem muszáj, akkor nem itt jövök át. Polszívócső. És még a lépcsők fölfele még szénből van az egész. Ez megvan, hát... Nem tudom, én majd, hogyha megbír, akkor esetleg megpróbálom és fölmászok, de... Az oldalsó korlátokat levetted. Ja, igen, itt volt azért a villanybevezetve. Igen. De szerintem már akkor sem volt semmi érdekes a padláson, amikor én ott jártam. Van, de... Ha mindjárt megpróbálok fölmenni, de majd csak amitán lejöttél, egyesével menjünk. És itt már úgy nézzétek a fal már elkezdte benőni itt a lépcsőt is. Most jön, ami még nem volt. Mennyire mozgott alattad a lépcső, mikor mentél föl? Akkor jó. Csak még én azért jó párt... Én azért jóval nehezebb vagyok, hát attól, hogy téged megbírt, nem biztos, hogy engem is megfog, de hát ha meddig... Eljöttem. Innen már csak mi jó lesz. Itt szemben. Ez vagy BMW-n, vagy DHV kocsijéből. Ott a szélébe lehet egy kis darásfészek, ott van egy pár darás. Jó, hát hogyha nem nagy, akkor nem gáz. Ott benn nincs semmi, itt sincsen semmi. Ennyi lényegében a padlás. Komaszok nincs. Ott van a szélébe csak pár darab darás. Hát igen, ezt nézzétek. Drótok, ezeken is szerintem kolbász meg húslók ott annak idején. Ezek hát ez sima szállítókat élhet ez a bármi. Néhány üveg, hát itt... Meg ott a kocsi ülés. Lemegyek ott. Oké, aztán utána én is jövök. Kék, igen. Matematika munkalapok, tankönyvek, minden van itt.
Ja, ja igen, és itt az, ahol már a fal is hiányzik. De mivel téglából van, azért még egész jó bírja. Viszont a födém az már nem. Már kezdi megadni magát. Igen, ez már azért nádos födém, az már nem. Az ablaküvegek szarrá vannak törve, hogy az ajtó meglepően csak meg van rebbedve. Igen. Na ez már... Itt a tánc, szerintem itt beállás is volt. Hát folyamatosan ázik, mert már azért a tető se jólapotban, minden esőnél elkezd ázni. Viszont van egy fecskefészek. Ja, azt tudom, azt itt is. Itt is? Vagy csak odakint? Ja. A villanynak a... Ja, igen. Felrakta. Ah, meg én, hú, ott is azért esik. Hát itt is a fal kezdi megadni magát. De itt még a födém az még tartja magát. Hú, na innen jobban lehetett volna. Hát ennyi ez volt az egy. Ott is egy kis szoba. Részek. Hát igen, azért nem volt szerintem olyan nagyon kellendő ez az ölhely, mert akkor sem már nem fürdőszobája nincs. Hamarra meg már nincsen semmi. Másik oldal. Jó, ja, de valami ajtó ott is van. Lehet, akkor ott volt a WC meg a fürdő vagy valami. Nem, nem, hát a WC azt nem kinti volt. Meg a vezetékes víz nincs bevezetve. Akkor lehet csak ilyen fénykádban volt, mint régen. Hát csak villany volt ide bevezetve, semmi más nem. Fürdeni meg szerintem ilyen fénykád lehetett, ott a kukból tett a vizet. Szerintem itt még volt valami, azt majd megnézem az épület másik végét. Jó, ott van még a pince, de oda nem érdemes lemenni, ott már voltam lent 10 éve, és akkor sem volt lent semmi, csak büdös. Ott van még egy ajtó. Ez a pince. Igen, de itt is van valami. Ott egy villanykövete. Tényleg. És ez még egész egyben van, még jobban. Ez csak van. Jó, semmi. És csak a villany kapcsoló. Ja, hát ez a tipikus. Még a villanykövete. Hát ez a tipikus dupla kapcsoló, amivel úgyis csak az egyik van mindig bekötve. Polimintek is megvannak hát. Még. Éppen doksik vannak, ezt figyeld, ügyfél karton. Bernertől. Hát, van itt egy pár papír szintet, ezeket át lehetne nyálazni, de hát arra az egész nap kevés lenne. Na. Katonai legalább, vagy valami? Nem tudom, milyen tészik lehet. Na, az a régi széthajtogatós. Aha. Az a Balaton. Nem, ez Magyarország. Magyarország térképe, ott van a Balaton. Ja. Ja, hát ott volt a kályhacsőnek a helye. Bornyitó. Hát, a kályha. Ja, tényleg egy nyitó. Na, ez van. Találtunk egy bornyitót, de annak is az elején hiányzik, azt szerintem beletört a parafába. De az a kérvénybe is beköltöztek a madarak. Igen, ez a szintén békebeli bornyitó. Ja. Na, nézzük a pincéből világítok telefonnak. Biztos, hogy nálunk is van otthon, vagy három ilyenből. Én meg itt van azért léckedítésnek az érdek egy darabja. Ott volt a pályatelefon. Ott van egy rozsdás tábla, ami szerintem a tést tábla, a telefonnak a helye. Még a régi fakerítés is megvan. Igen, hát azért a léckedítést azt megtaláltam is. Igen, az valószínű, hogy az lehetett a tébetű. Itt volt a pályatelefon. Ja. Na, ez egy autónak a lámpája. Autó hátsó lámpa, de milyen fajta, azt így most nem tudom megmondani. Itt félig össze van már dőlve a disznónak a vége. Na innen próbálok még valami ízét felvételt csinálni, nem lehet, mert itt már nagyon benőtte a gaz. Hát, alig találtuk meg mi is, ahogy jöttünk ide. Mert szinte ki sem látszik, de ennyi. 15 perces videó. Próbáljuk. Úgyhogy ez a kis útbex ennyi lett volna, mert amennyivel lehet körbejártuk. És ahhoz képest, hogy jó pár év eltem, mióta utoljára láttam, sokkal jó, rosszabb nem lett. Az állaga pedig, hát látjátok, hogy ez már rendesen beázik, meg ugye cserepek is hiányoznak, tehát ez minden esőzéstél ázik, és ahhoz képest jól tartja magát. Na, igen, jó. Itt nézzünk, most nem jön semmi, akkor jól talál. És akkor ez a kis videó is ennyi lett volna, úgyhogy legközelebb találkozunk a videóba. Sziasztok!